8 csajok, stb. A Józsefváros Újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat a 8 csajok, stb. Podcast legújabb epizódjában, amikor a témánk az iskolai bántalmazás, bullying lesz. Vendégünk Kis Krisztina, főtörzsászlós, körzeti megbízott és iskolarendőr koordinátor. Dr. Jármi Éva, pedagógiai szakpszichológus és a Hol a helyem iskolapszichológiai tanácsadó központ szakmai vezetője, illetve Farcádi Bence Tamás, deák-diák énekzenei általános iskola és gimnázium igazgatója. Az iskolai bullying témája akkor lesz a közbeszéd főszereplője, amikor történik egy súlyosabb tragédia. Ilyen volt nemrégiben például a Gyüri kislány, egy 11 éves kislány esete, aki a vonat elé vetette magát azért, mert hogy az iskolatársai csúfolták őt. Erről az esetről annyit lehet még tudni, hogy a nagypapája jelezte az iskolában, ám nem történt erre semmiféle megoldás. Ezeket a történeteket hatalmas felkiáltójelként kezelhetjük már, ezek azt jelentik, hogy egy hosszabb folyamat telt el, lehetett volna valamit tenni, ám mégsem történt semmi. Ugyanakkor vannak olyan esetek is, amiknek nem ilyen tragikus a kimenetelük, nem is kerülnek bele ezért a közbeszédbe, és olyan, mintha el is bagatelizálnánk ezért ezeket. Úgyhogy az első kérdés az az lenne, hogy, illetve az első kérés, hogy járjuk körbe a bullyingnak a definícióját, hogy mi az, ami már bántalmazásnak számít, és miért kerülhet arra sor, hogy elbagatelizálunk dolgokat. Akkor kezdem én, mert mindenki rám néz, hiszen ugye ezt a témát kutatom most már elég régóta, és ezért jól ismerem ezeket a tankönyvi definíciókat. Szóval akkor beszélünk bullyingról, amikor több diák között jellemzően nem is csak kettő érintett gyerek vesz részt bántalmazásban. Szóval a diákok között valami olyan agresszió fordul elő, amikor az egyik fél a másikat úgy bántja, akár fizikálisan, akár szóban, akár kapcsolati szinten, de akár az interneten keresztül, hogy az a másiknak nagyon rossz érzést okoz, megalázza, megfélemlíti, megszégyeníti, magányossá teszi, és ezek a gyerekek, akik célponttá válnak, valamiért nem tudják, nem gondolják, hogy tudják magukat megvédeni. És ezért aztán ez a bántalmazás, ez legtöbb esetben ismétlődik, egyre gyakrabbá válik akár, és ezek akár enyhébb formában történő bántalmazások ismétlődően, hosszabb távon, elhúzódóan olyan komoly hatásokat tudnak kiváltani, mint amit a felkonferálásban mondtál. Honnantól lesz ez rendőrségi ügy? Illetve Kriszta, arra kérlek, hogy meséld el, hogy te hogy jössz a képbe, illetve a te munkád, mit csinálsz te az iskolákban, milyen programot viszel? Sajnos, ahogy mondtátok a felvezetésben is, úgy kerülünk képbe, hogy már egy hosszú folyamatba avatkozunk bele, tehát nem az elején csípjük el ezt a folyamatot, hanem nagyjából én úgy szoktam fogalmazni, hogy tüzet oltunk, hogy az iskola intézmény vezetője jelez, hogy valamelyik gyermek érintett, és kér akár esetmegbeszélést, szülők, pedagógusok jelenlétében, akár fogalmazunk idézőjelbe előadás megtartását. Így nem szeretem ezt az előadás szót, mert nem ezt a klasszikus én beszélek, és a többiek hallgatnak programot viszem, hanem interaktív módszerekkel dolgozunk, zoom, vagy dolgozunk, attól függ, hogy mennyien vagyunk. Azt szeretném, hogy a gyerekek ki tudják fejteni, hogy mi történik az osztályban, az intézményben egymás között. Soha nem kérdezem meg, hogy ki a bántalmazó, ki a bántalmazót. Nagyjából az első 5 perc után úgy is lejön egyébként, de nem akarok tudatosan ránézni arra, aki ebben érintett. Én iskolarendőrként kerülök a képbe, valamennyi általános iskolával kapcsolatban állok, főleg ugye a vezetőkkel, nem kizárólag a pedagógusokkal, és akkor ők igénylik meg az ő igényeik szerint, illetve szükség esetén megyek ki, és tartok ilyen beszélgetést, kötetlen beszélgetést. Általában egy 45 perc egy osztály, és hogyha szükség van egy kis ismétlésre, akkor megyek újra, és akkor újra átbeszéljük. Mi történik addig, amíg a Kriszta nem jelenik meg? Tehát mi történik az iskolában? Hogyan észleli a pedagógus azt, hogy valami nem kóser, hogy itt baj van, és nem csak csíntevésről van szó, hogy valamelyik gyerek elevenebb, mint a másik, vagy rossz napja van, és akkor ellátja egy másik gyereknek a baját, elkapja a grabancát. Hogyan észlelitek ezt? Nagyon
nehéz, szóval azt a határvonalat meghúzni, amikor ugye már a kori sajátosságoknak megfelelő csintevések vagy kakaskodások vannak, és mikor csapált ez az egész bullyingba. És ahogy mondtátok is, a Kriszta ugye nem kérdezi, hogy ki a bántalmazó, ki a bántalmazott. Ugye ahogy felfejtjük ezeket a történeteket, rendszerint érdemes a szerepekkel külön foglalkozni, ugye, hiszen nagyon gyakran kiderül, hogy a bántalmazó maga bántalmazott, és kerül bele egy ilyen bántalmazó kapcsolatba. Az egésznek az alapját én azt gondolom, hogy a sok-sok beszélgetés kell jelentse. Egészen kicsi kortól megtanítjuk a gyerekeknek, hogy mi a vicc. Ugye a vicc az az, amin mind a ketten tudunk nevetni. Mi az, ami nem oké, mi az, ami nem fér bele. És szépen, ahogy haladunk előre az évek során, alakítjuk ki a gyerekekben azt, hogy igenis mondja ki, hogy ez nem oké, hogy neki ez nem jó, hogy neki ez rossz, hogy kérjen segítséget a pedagógustól, vagy akár a szülőtől, vagy akár a társaitól. Egy egészséges közösségben azt gondolom, hogy ki kell alakuljon egy olyan, amikor a többiek is rászólnak már, hogy figyelj, ez nem oké. Ezzel a témával csak mostanában kezdtek el foglalkozni az iskolákban, az elmúlt néhány évtizedben, vagy ez korábban is jelen volt, foglalkoztak-e vele akkor, illetve hogy az internetnek a megjelenése és terjedése az valamit ezen változtatott-e? Olyan ez, mint a diszlexia, diszgráfia, ugye? Mindig is volt, nem mindig tudtuk nevén nevezni a dolgokat. Kétségtelen, hogy évtizedek óta foglalkozunk vele, még a restoratív technikák bejövetelével, egyebekkel. Ugye baromi költségesek ezek a képzések, és nagyon hosszadalmasak. Ez nem úgy van, hogy most akkor én kiképezem egy hétvég alatt a testületemet, hogy Kriszta kijön, és 45 perc alatt megvarázsolja az életet egy iskolában. A mi iskolánk az most lépett bele a Békés Iskolák programba, ami egy több körös továbbképzés a pedagógusoknak, és ha minden igaz, akkor a tanév végére kialakul majd egy úgynevezett protokollunk, amikor mindenki tudja, hogy mi a szerepe, és mit kell tenni, hol van az a csengő, amit meg kell nyomni, amikor baj van. Én azt gondolom, hogy az internet megjelenése inkább sokkal keményebbé tette ezt a dolgot, hiszen én úgy gondolom, hogy 0-24 órába kapják a gyerekek. Tehát nem elég, hogy az iskolában bántalmazzák, és akkor esetleg hazamegy, nehogy Isten, ott is, hanem az interneten, online kapja folyamatosan a bántalmazást. Tehát egyszerűen nincs ideje feldolgozni, vagy átgondolni, hogy mi történt vele az iskolában, folyamatosan kap ingert. Lépjünk oda egy kicsit vissza, hogy azt mondta a Tamás, hogy külön kell bontani a szerepeket. Van a bántalmazó, van a bántalmazott, és ugye van az a közeg, aki ugyanúgy elszenvedi. Van egy közönség. Igen, erről beszélek. Igen, a szemlélők, akik ugyanúgy vagy reagálnak, vagy nem reagálják le az eseményeket. És azt is mondta a Tamás, hogy a bántalmazó az maga is bántalmazott. Ez azt jelenti, hogy ő otthonról hozza, a saját közegéből hozza ezt a bántalmazottságot? Ezt lehet mondani? Nem. Tehát azért ilyen leegyszerűsítéseket azért mindig érdemes kerülni. Alapvetően ugye ezek a magatartások, az, hogy valaki valakivel szemben bántóan lép fel, ez egy viselkedés, ez nem egy személyiségvonás, vagy valami ilyesmi, hanem ő éppen ezt teszi. Ez egy valóban egy szerep, a bántalmazó szerep. Most ezek a szerepek, ezek váltakoznak, hogy ki milyen szerepben van, onnan jelent problémát az ügy, hogyha valaki tartósan úgy marad egy szerepbe, hogy tulajdonképpen folyamatosan azt az adott viselkedést hozza. Ugyanígy a célpont, a bántalmazott szerep is egy szerep, és gyakran a két szerep folyik egybe, tehát hogy egy osztályon belül van egy gyerek mondjuk, aki nagyon feszült vagy ingerült, mondjuk nem optimálisak a családi viszonyok otthon, és mondjuk ezért nagyon intenzíven reagál bármire, hogyha valami olyan történik, ami valahogy nem tetszik neki. Akkor ő elkezd, lehet akár fizikálisan is oda csapni, vagy oda piszkálni valakinek, lehet, hogy több gyereknek, de aztán kiderül, hogy kivel jó ezt csinálni, aki nem védi meg magát, meg akit mások se védenek meg, és akkor elkezdi ezt ismétlődően csinálni, mert jó érzés neki, lemegy egy picit a feszültsége, közben sokan nézik, és azt gondolják, hogy wow, hát vele azért nem jó újat húzni, jobb, hogyha az van, amit ő akar, szóval megél egyfajta dominanciát, egy kontrollérzést, és elkezd erre a viselkedésre rátanulni. De lehet, hogy vannak olyanok az osztályban, akiknek ez nagyon
nagyon nem tetszik ez a viselkedés, és lehet, hogy azt is érzik, hogy ez a gyerek, ez bizonytalan valójában belül, és elkezdik mondjuk őt lejáratni szóban, elkezdenek róla egy pletykát terjeszteni, hogy ő ilyen-olyan emiatt ne barátkozzanak inkább vele, és így például ez a gyerek, akiről beszélek, ez egyúttal bántalmazó szerepben van, de ugyanabban a közösségen belül, és egyúttal bántalmazott is. Viszonylag sok ilyen átfedő szerepű gyerek van, és bár a tankönyvek nagyon szépen leírják, hogy bántalmazó, meg áldozat, de valójában nem is szeretem azt, amikor ilyen profilokat próbálunk, hogy ilyen-olyan a bántalmazó, vagy az áldozat, mert sokkal több mindenben hasonlítanak, mint amennyire különböznek. A nagy különbség abban van, hogy kik azok, akik érintettek bántalmazásban, és akik nem érintettek profilban, ők különböznek. És itt a közösség többi része, aki nem érintett, csak megfigyelő. Van erre valami szabály vagy általánosság, hogy ők mondjuk ki mellé állnak, vagy hogyan szoktak erre reagálni, vagy ez teljesen helyzetfüggő? Pont ez adja az egész ügynek a közösségi dinamikáját. Addig, amíg a többség támogatja a bántalmazó viselkedést, addig ez nagy jut talom, ugye a bántalmazó viselkedést mutató gyereknek, tehát akkor megerősítést nyer, hogy ó, hogyha ebbe a közösségbe így viselkedek, akkor előnyökhöz fogok jutni, mert sokan, nem tudom, tapsolnak nekem, meg azt mondják, hogy wow, jó, meg mondtam neki. Szóval addig, amíg ők megerősítik ezt a viselkedést, vagy akár be is csatlakoznak, addig a bántalmazó ül a hullámon, és ismétli tovább. Ami nagyon érdekes, hogy lehet, hogy ilyen hangos, megerősítő szerepben csak néhány gyerek van az osztályban, de azok nagyon hangosak tudnak lenni. Az összes kutatásból kiderül, hogy az osztálynak a többsége úgymond semleges szerepben van, tehát nem pártolja hangosan ezeket a viselkedéseket, hanem úgy nem is védi meg az áldozatot, hanem olyan, minthogyha semleges lenne. De az áldozat őket, és ahogy egyébként a bántalmazó is, őket, mint pártolótag fogja észlelni, és a semlegességükkel valójában persze hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a helyzet fennmaradjon. Szóval valójában nekünk a prevenciós programokkal mindig az a célunk, hogy ezeket az úgynevezett semleges gyerekeket, ezeket a passzív szemlélőket mozgósítsuk, és berakjuk őket, behúzzuk őket aktív védelmező szerepbe, ahogy Tamás is mondta, akik kiállnak a bántalmazott gyerek mellett, és azt mondják, hogy ha valaki bepróbálkozik avval, hogy nem tudom, így befenyít valakit, aki például újonnan érkezik ide az osztályba, és még nincs, aki megvédje, vagy egy fura gyereket, aki valahogy kilóg az osztályból, akkor legyen nem is egy olyan gyerek, hanem a kritikus többség mondja azt neki, hogy figyelj, ez nálunk nem szokás, ez itt nem menő, ez fejez be. De ennek ellenére akkor is gyakran előfordul, nekem legalábbis van olyan tapasztalatom a gyerekeimmel kapcsolatosan, hogy az egyikőjüknek az osztályában volt egy olyan figura, aki gyakorlatilag sakban tartott mindenkit. Tehát mi a helyzet akkor? És nem mertek ellene fellépni a gyerekek, sőt, mivel azt látták, hogy a tanár se tud igazából mit tenni ebben a helyzetben, ezért még inkább behúzták fülüket, farkukat, és ez a kisfiú még inkább felbátorítva érezte magát arra, hogy akkor ő itt a vezér, ő itt a főnök. Hát nézd, ahogy az Éva is mondta, tudjuk, hogy mi a végcél, hogy kialakuljon abban a kritikus tömegben az a szemlélet, hogy fellépjenek ezzel szemben. Eljutni idáig nagyon nehéz és hosszadalmas. Én most nagyon büszkén mondom, sajnos volt nálunk egy eset, nagyon jól reagált az egyik osztályközösségem, gyakorlatilag lezártak a bántalmazóval szemben, nem bántották, de közölték vele egyértelműen, hogy ha ezt nem hagyod abba, akkor nem is állunk veled szóba. Azt gondolom, hogy a kollégák nagyon jó munkát végeztek, mert sikerült egy egészséges közösséget, egy kultúrát, egy értékrendet kialakítani, vagy átadni annak a gyerekcsoportnak. Azért a bántalmazó magatartású gyerekeknek két típusa van olyan értelemben, hogy van, aki ezt stratégiaként használja, a bullying viselkedést, annak érdekében, hogy pozícióhoz jusson a közösségbe. Azt abban az esetben, ahogy Tamás mondta, hogy ha átrakjuk a megerősítő jellegét a viselkedésnek a másik oldalra, tehát hogy egyszer csak elkezd nem előnyös lenni ez a stratégia, akkor ők tudnak váltani. A nehezebb eset, akit
megkockáztatom, hogy talán te gondoltál, akik nem stratégiaként használják a bántalmazást, hanem valahogy nem tudnak másképp kapcsolódni gyerekekhez, és ők valóban gyakran bántalmazó gyerekek otthon, vagy valahogy az az üzenetük, az életüzenetük szinte, hogy valaki vagy bántalmazó, vagy áldozat. És akkor ő választ, hogy ő szeretne inkább bántalmazó lenni, mert áldozatnak még rosszabb, és gyakran ők valóban olyan indulatkezelési nehézségekkel is küzdenek, gátolatlanok, hogy nem, egyszerűen nem tudják visszaszabályozni az agresszív viselkedésüket, és ez esetben van leginkább beszorulva a felnőtt közösség is, és a gyerek közösség is, mert azt érzik, hogy nagyon nehezen tudják a gyereket változáshoz segíteni, és most direkt mondtam így, hogy változáshoz segíteni, mert ezeknek a gyerekeknek egy viszonylag komplex megsegítésre van szükségük, hogy el tudják hagyni ezt a működésmódot. Egy kicsit rákapcsolódnék az Évára, mert még a beszélgetésünk elején kifejtetted, hogy mennyire helyzetfüggőek ezek a konfliktusok. Amikor megpróbálunk felfűzni egy ilyen konfliktust a csoporton belül, nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek nem rendelkeznek azzal az átélési képességgel, hogy a másik helyébe tudják helyezni magukat. Ezért nagyon fontos az, hogy leüljünk mindenki, minden érintettel, és kezdjük onnan, hogy mindenki mondja el, hogy szerintem mi történt. Sokkoló másféle felfogásokkal találkozunk, hogy ő, hát ő ezt nem is gondolta. Volt olyan, hogy sírógas. Volt egy eset ezelőtt évekkel, most már nem ezt beszéltük Krisztával, hogy hogy beszéljek okosan példákról, hogy személyiségi jogot ne sértsünk. Ez már nagyon régi történet. Gyerekek gyakorlatilag temperával egy vak úrnak a kutyáját bekenték. Szerencsére visszajutott hozzánk az ügy, behívtuk a szülőket, behívtuk a gyerekeket, szerencsére a vak úr vállalta, mert azért neki ez borzasztó trauma volt, és elkezdtük felfejteni, olyan sírógörcsöt kaptak a gyerekek, amikor leesett nekik, hogy ők valójában mit követtek el. Mert ugye azt a kutyát meg lehet tisztítani, de amikor azt a lelki traumát, amit okoztak annak a vakembernek, azt ők elkezdték átérezni. Azt gondolom, hogy az volt az a fordulópont, amiért megérte leülni. Ilyenkor mondom, az nem beírás lesz, fiam. A fennét érdekel még egy intő. Abból nem tanul meg semmit a gyerek. Nagyon időigényes, de csak így tudunk elérni valamit. Ledöbbentem azon, amit mondtál, mert általában nem ezt tapasztalom az iskolában, hogy lennének ilyen konfliktuskezelések. Másfelől viszont az érdekel, hogy a pedagógusok mennyire nyitottak erre, mert ahogy te is mondtad, ez hosszú folyamat, hogy egy pedagógus részt vegyen egy képzésen, ahol megtanulja elsajátítani azokat az eszközöket, amikkel ilyen módon pozitívan tudhatni egy közösségre és a gyerekre is. Erre hajlandóak a pedagógusok ebbe ennyi energiát fektetni, mert ez iszonyat mennyiségű energia. Ez az. De hát erre mindig azt szoktam mondani, hogy jó gyereket tanítani, nevelni, az unalmas. Nagyon egyszerű és nagyon unalmas. Nekünk azért kijut, de én azt gondolom, hogy baromi szép hivatás ez. Meg tényleg rengeteg energia. Hát Krisztával rengeteget szoktunk beszélgetni, és azért nem tudom, hogy ez máshol. Most egy kis tömjént akkor, ha szabad. Nem tudom máshol, hogy működik, de azért én bármikor rá tudok írni a Krisztára Messengeren, ha kell este, ha kell hétvégén. És ez az egyik alapfeltétele annak, hogy fogjuk egymás kezét. Minden érintett, aki a gyerekek kért van, különben tényleg megette a fene az egészet. És az a legegyszerűbb tényleg. Két pofon meg egy intő, aztán kezdődik az egész előről. Én azt láttam most a Békés Iskola programban, én is csatlakoztam, és olyan képzésem voltam, ahol főleg ugye pedagógusok voltak, tehát én voltam a kakuktojás, mint a rendőr, és mindegyik pedagógusnál láttam, hogy tenni akar, hogy változtatni akar, hogy szeretné, hogy ezt felismerje, sőt, szeretné, hogy ő is változó, hogy nem még rákiabáljon a gyerekre, nem még, hogy ő adja esetleg a többiek halálovat azzal, hogy a gyereket megszídja azt, aki egyébként bántalmazott. Tehát én úgy látom, hogy megindult valami, hogy igenis, hogy tenni kell, és foglalkozni kell ezzel. Talán lehet, hogy pont azért, mert hogy ilyen sok öngyilkosság vagy önkárosítás van mostanában, és nyilván ez mindenkinek az érdeke, hogy akár az iskolájában, akár az ő pedagógus közvetlen környezetében, osztályában ez ne történjen meg, illetve emberileg és emberségből is azt gondolom, hogy fontosnak tartják. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe jelentős változás indul, és csak dicsérni tudom ezt a programot. Nagyon remélem, hogy ennek hosszú távon nagyon nagy haszna lesz, és eredménye, pozitív eredménye.
Hogy mennyire tipikus ez? Az volt ugye az eredeti kérdés, hogy iskolák ilyen sokat investálnak ebbe a témába. Egy picit én azt látom, én ugye körülbelül 15 éve foglalkozom ezzel a témával. 15 évvel ezelőtt, hogyha elmentem egy konferenciára, akkor nagyon hosszan kellett magyaráznom, hogy van ilyen bullying, így kell kiejteni, ezek a formái, így lehet felismerni. Most már beugrónak szoktam kérdezni, hogy tegye fel a kezét, aki nem ismeri a fogalmat, és egyre kevesebb szakember teszi fel a kezét szerencsére. De azért elég sok helyen megfordulok a bullying prevenciós programunkkal, ami egy picit más, mint a Békés Iskola, egy sokkal kompaktabb program, prevenciós program, aminek azért lehet látni, hogy hasonló valahogy az iskolák, vagy az iskola vezetőknek a hozzáállása, mint ahogy elmondtuk a diákok körében is, hogy vannak olyanok, akik hát úgy pártolják valójában a bántalmazást, és nem gondolják, hogy ez probléma, mert ők maguk is abban hisznek, hogy keményen kell fellépni, az erő az, ami diktál, és aki fent van, az jogosult a lentebb lévőket akár bántani, vagy nem tisztelettel bánni vele. Vannak olyanok, akik ez ellen nagyon fellépnek, és akár komoly bevonódást igénylő programokat is hajlandóak megvalósítani, és nagyon örülök, hogy most ilyen csapattal ülök itt, és van nagyon sok olyan igazgató és akár pedagógus, aki olyan semleges. Tehát aki azt gondolja, hogy mindig is volt ilyen, vannak ennél komolyabb, égetőbb problémák, és valami gyors megoldást esetleg szívesen fogad, de azért, hogyha már egy picit túl kell menni az instant recepten, ami lehetőleg nem is a pedagógust érinti, hanem mondjuk jó lenne egy ilyen külső szakértő, vagy személy, aki bejön és elintézi a dolgokat, aztán megjavulnak a dolgok. Szóval, hogy ilyennel is azért nagyon sokat találkozunk, és mi a központban ugye inkább a szülők felől látjuk ezeket az eseteket, és persze azok a szülők a legkétségbe esettebbek, és keresnek segítséget, akik azt tapasztalják, hogy az iskolájuk valahogy nem reagál ezekre a helyzetekre, úgy, mint ahogy most az előbb Tamás meg Kriszta elmondta. Tudtok arra valamilyen pozitív példát mondani, hogy a bántalmazót sikerült visszaintegrálni a közösségbe? Mert nekem azért még olyan emlékeim vannak ilyen általános és középiskolából, hogyha valaki másokat bántott, akkor ő meg lett bélyegezve, mint a rossz gyerek, és igazából egyenes út volt előtte a kirúgás, következő iskola egyre rosszabb nevű intézményekbe került, és igazából nem tudott ebből kijönni, hogy van ebben egy szemléletváltás, hogy kezeljük a bántalmazót. Itt mondtátok azt, hogy a szerepek tudnak cserélődni, vagy mit gondoltok erről? Én nem támogatom a kirúgást, azt Krisztával sokat harcolunk ezért, hogy ne érjük el azt, hogy gyerekek egy kerületen, vagy akár több kerületen belül keringjenek. Tehát vannak ezek az elhanyagolt családok, akik, ahogy mondottad is, régen az volt a megoldás, hogy akkor jó, akkor intő, kicsapjuk, menjen tovább, nálunk ezt nem, majd valahol megoldják. Nálunk az a szokás a hétköznapokban, hogy minden nap egy reggeli beszélgetőkörrel indít, ahol már előjöhetnek problémák, ahol a pedagógusok észlelhetnek dolgokat, de amit alsó tagozaton rendszeresen hallok a kollégáimtól, hogy új reggel, tiszta lap. Tehát, hogy nem a múlt heti sérelmeket rágjuk újra, meg újra, de nekem a múlt héten ketté törte a ceruzámat, és akkor én most azért megint meghúzom a haját. Egyébként nagyon sokszor, most nem visszatérnék, hogy mondtad Éva a pedagógusokat, hogy gyors megoldást várnak, nagyon sokszor azt látom a szakmában, hogy támogatás hiányában van ez a kapkodás, meg ez a, azt mondhatnánk rosszalóan, hogy nem törődöm hozzáállás, de nagyon sokszor a szülőket is, mert hogy én ezt mindig mondom, hogy családokat nevelünk, nem csak gyermekeket. A szülőtől jön rá, rengeteg, szóval amikor Krisztával leülünk, és egy elhanyagolt család, amikor kimondja a szülő, akár a gyerek előtt is könyörgöm, hogy én is ezt csinálom, én is így tanultam, csak keményen kell, mert álljon ki magáért meg. Tőlem tanulta, hogy üss vissza, fiam, ha megütnek. Tehát, hogy amíg felfogja a család, és hogy ez nem vezet sehova, az baromi sok munka. Hogyha már hozzánk kerül a rendőrségre be hivatalosan, ez az, hogy akkor ott nyilván már egy eljárást kell indítani. Tehát ott már azért egy kicsit más az, hogy mi lesz a bántalmazottval. Ugye nyilvánvalóan, hogy eljárás résztvevője lesz. Ott azért már nem tudunk pozitív
van hozzáállni, hogyha oda bekerül hozzánk. Az iskolában meg az a tapasztalatom, igen, ahogy az Éva is mondta, hogy van ilyen hozzáállás, és ahol szeretnék, hogy megoldásra kerüljön, hosszú távon is hajlandóak ebbe energiát fektetni, de sajnos még mindig van sok olyan iskola, ahol az a hozzáállás, hogy jó, engem is bántottak, túl fogod élni, mindig így volt, és ez nyilván a nehezebb eset. A gyerekek vissza tudják fogadni a közösségbe a bántalmazót? Hát erre próbáltam meg utalni azzal, hogy új nap, akkor tiszta lap. Tehát, hogy te nem vagy attól sorozatgyilkos, hogy egyszer vétettél az életben. És a nagy mondat, amit én mindig mondok a gyereknek, egy dolgot nem lehet visszafordítani, az már pedig az emberölés. Azon felül mindent meg lehet bocsátani, és rendbe lehet tenni. Csak itt azért mondjuk, hogyha valaki áldozatként szerepel ebben a történetben, mondjuk olyan traumái lehetnek, amit lehet, hogy hiába mondják neki, hogy mondjuk akkor ne nézzünk vissza arra, hogy mi történt múlt héten, de hogy mondjuk felnőtt koráig cipeli magával ezeket a traumákat. Az, hogy a bántalmazó viselkedés nem oké, ez minden programnak és iskolának teljesen világos üzenete kell, hogy legyen. És ha úgy fogjuk fel a bántalmazó viselkedés, mint egy rossz döntést, hogy te szerettél volna itt menő lenni, te szerettél volna valahogy kiemelkedni, ez nem jó irány, ezt fejezd be, akkor ez nem azt jelenti, hogy te, aki ezt csináltad, te nem vagy oké, és innen menj el. Nagyon fontos minden programban, hogy a bántalmazó viselkedésű gyerekeket nem stigmatizáljuk, nem büntetjük, nem utáljuk ki, és nagyon remélem, hogy egyre több olyan iskola is, pedagógus is és szülő is lesz, aki nem ebben látja a megoldást, mert sajnos ez a gyors megoldások közül a leglátványosabb, hogy távolítsuk el a bántalmazó gyereket, és megoldódnak a dolgok, és nem érti egy csomószor se a szülő közösség, se a pedagógus közösség, hogy a szerep újra termeli magát, és egy olyan közösségben, ahol ilyen történt, kimegy a bántalmazó viselkedésű gyerek, és lesz egy új, aki megtanulta, hogy ebbe így működik ez a közösség. Úgyhogy ez egy nagyon fontos szemléletváltás, és a restoratív módszerek, amire már Tamás utalt az elején, az egy alapvető szemlélet és módszertan, ami kell, hogy egyre jobban meggyökeresedjen Magyarországon, mert hiába van már bent mondjuk körülbelül 15-20 éve ez a módszertan, és vannak ennek nagyon komoly területei, iskolái, modelliskolái, ahol jól működik, ugye miről szól a restauráció? A jóvátételről, a helyreállításról. És az összes bullying prevenciós programhoz társuló intervenció biztos, hogy tartalmaz jóvátételi elemet, hogy nem azt mondjuk a gyereknek, hogy figyelj, ez most nem volt oké, amit csináltál, fejezd be, hanem azt mondjuk, hogy figyelj, amit csináltál, ez bullying, ez a másiknak emlékszel, foglalkoztunk ezzel, hogy milyen rossz érzéseket vált ki. Lehet, hogy te nem is láttad, lehet, hogy nem is gondoltad, hogy neki ez milyen szenvedés, de szenvedést okoztál, úgyhogy fejezd be, és most jön az a rész, amikor te a saját viselkedésedet úgy változtasd meg, hogy segítsd, hogy ő jobban érezze magát az iskolában. És ez a jóvátétel mozzanata, és ez az, ami tényleges viselkedésváltozást tud előidézni, és a közösség is látja azt, hogy ő dolgozik tulajdonképpen azért, hogy helyreállítsa a dolgokat, ugye, ahogy Tamás utalt rá. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy húzzuk alá így a műsoron belül, amit elmondtál, hogy nem a gyerek rossz, hanem a viselkedése a rossz. Tehát nem a gyereknek mondom, hogy rossz vagy, hanem rosszul csináltad. Volt egy kislány az én kis szakmai múltamban, aki bántalmazó gyermek volt, annak ellenére, hogy stabil, nyugodt, kiegyensúlyozott családi légkörből érkezett, de hogy az Éva korábban mondta, hogy csak azért vált bántalmazóvá, hogy ne legyen bántalmazott. És otthon lelkileg teljesen rottyon lett, tönkre ment a kisgyerek azért, mert ő nem akart bántalmazó lenni, de túl akarta élni ezt az iskolai évet úgy, hogy ő ne legyen bántalmazó. Amikor ez kiderült, akkor, ja, és természetesen az osztályközösség kirekesztette a lánygyermeket. Amikor kiderült, akkor nagyon sok beszélgetés és nagyon sok közösen töltött idő bekerült, amire a kislányt megértettük az osztályt első, és rendbe tettük ott az osztályközösséget, és
vissza tudták fogadni, és el tudták fogadni, és meg tudták érteni, hogy a gyerek az miért csinált azt, amit csinált. Nyilvánvalóan okozott károkat, de megvolt ez a lelki háttér, vagy ez az oka. Nézzük meg picit az áldozat oldalát is, még akkor is, hogyha ezek a szerepek változhatnak, hogy ott hogyan tud ez helyreállni, ha mondjuk valaki tényleg éveken át, vagy ha jó esetben, hogyha hamar sikerült észrevenni, akkor csak heteken vagy hónapokon át bántottak, minden nap úgy megy iskolába, hogy egy gyomorgörcsel, egy stresszben. Ezzel mit lehet tenni, hogy ő ugyanabba a közösségbe vissza tud-e illeszkedni? Mikor jön el az a pont, amikor iskolaváltást érdemes javasolni, hogy máshol tiszta lappal kezdhessen? Nem tudom, hogy a pszichológus mit mond erre, de én szerintem az, vagy valahogy én mindig úgy érvelek, hogy azzal csak rosszat teszek az áldozatnak, hogyha megerősítem benne ezt a szerepet azzal, hogy kiemelem onnan, és esetleg azt erősítem meg benne, hogy menekülnöd kell. Tehát, hogyha egy családban, és most megint a szerepek, hogy azt tudatosítani kell a bántalmazóban és a bántalmazódban is, hogy szeretlek, azt nem szeretem, hogy visel. Ugye azt mondja Szép Ernő, hogy érted, haragszom, nem rád. És ezt nagyon komolyan elkerültetni a gyerekekben, meg a megbocsátást. És hát egy optimális esetben, ugye nem létezik, egy optimális esetben azt gondolnám, hogy minél hamarabb felfedni, az fog megoldást adni nekünk, nem? Mert ha már hónapok óta sínylődik valaki, azt nagyon nehéz, erősíts meg, Éva, nem tudom, hogy pszichológusként milyen. Természetesen arra törekszünk, hogy eleve megelőzzük ezeket az eseteket, tehát ne is legyenek tartósan, ismétlődően célpontok, akiket elkezdtek bántani. Hogyha ilyen történik, nagyon gyorsan reagáljunk, hogy ne hagyjuk, hogy eszkalálódjon, vagy annyira becsontosodjon ez a működésmód, hogy már egy ilyen súlyos, tartós áldozattá válás történjen. Ha pedig mégis ez megtörténik, akkor nagyon komoly áldozat fókuszú, áldozatvédelmi, szemléletű beavatkozásra van szükség, amiben az áldozatnak, a bántalmazott gyereknek az érzései, igényei visznek mindent, tehát ami neki szükség van, azt meg kell, hogy kapja. Mire van szükség? Elsősorban biztonságérzetre van szükség. Szóval addig nem is tudunk semmit se csinálni, reparálni a dolgokat, amíg ő nem győződött meg arról, hogy most már biztonságban van. Miután megvan a biztonságérzete, mire van szüksége? Arra, hogy higgyen abba, hogy ő nem egy kiszolgáltatott, kontrollvesztett, elszenvedő fél, aki fölött ott mennek a dolgok, ha tetszik neki, ha nem. Tehát nagyon fontos a következő lépésben valahogy helyreállítani nála a kontrollérzetet, hogy ő igenis tehet magáért, és bocsánat, ez nem azt jelenti, hogy ő kell, hogy megvédje magát, és teremtse meg a biztonságát, szóval nagyon sokszor ez egy picit összecsúszik. A biztonságérzetet a környezetnek kell megteremtenie. Sajnos ebben egy olyan erő egyensúlytalan helyzetbe, amiben ő ismétlődően áldozattá vált, az áldozat olyan, mintha nem is lenne mozgástere. Ő nem tudja magát egyszer csak megvédeni a túlerővel, valamilyen szempontból túlerővel szemben. Szóval nem abban kell őt aktivizálni, hogy tudja magát megvédeni, ez egy nagyon rossz irány valójában. Még akkor is, hogyha sok szülőnek, vagy akár pedagógusnak nagyon jó szándéka, amikor leül az áldozat gyerekkel, és elmagyarázza neki, hogy mit kéne neki másképp csinálnia annak érdekében, hogy ne váljon célponttá. Persze, akkor nyilván egy olyan gyerek, akit bullyingolnak, azt mondja, hogy miért, ilyen nagy baj van velem, meg kell változnom, hogy... Ez a klasszikus csapda, amikor rövid volt a szoknya, te tehetsz igen, róla. Igen, tehát ezt üzeni neki. Tehát nagyon fontos, hogy tényleg lépésenként haladjunk, és természetesen nagyon fontos a bántalmazott gyerekeket megerősíteni, akár pszichésen, hogy jobban vegyék azt, hogyha valaki mondjuk elutasítja őket, és azt mondja, hogy nem tetszik a szoknyád, akkor ettől ne omoljanak össze, és gondolják azt, hogy tényleg, hát soha életemben nem veszek föl még egyszer szoknyát, mert most is kiderült, hogy ez milyen szörnyű. Szóval, hogy kell persze, hogy egy kicsit ellenállóbbak legyenek, lehet, hogy az önértékre is dolgozni kell, hogy ne menjen minden mélyre, minden kis csipkelődés. Kell, hogy
esetleg fiúk esetében pláne kell, hogy erősödjenek fizikálisan is, hogy látszódjon, hogy ők aztán nem olyanok, akikkel érdemes kötözködni, de ami a legfontosabb, hogy azt kell, hogy érezzék, hogy ők be vannak védve és meg vannak erősítve a társaik által. De most nagyon szépen mondtad el, hogy mi az ideális helyzet egy támogató közösségben. De én tapasztaltam például azt, hogy az én gyerekemet gyepálták az iskolában, ami más különben csak így hetekkel később derült ki, egy elejtett szavából derült az ki, hogy őt a harmadikos gyerek az ugye el szokta kapni a grabancánál, és akkor pörget így, hogy meghúzza a nyakánál a pulóvert, meg minden ilyesmi történik. Kérdeztem, hogy is mondom, a tanítónéninek nem szóltál. És mondta, hogy hát de azok nem csinálnak semmit, vagy nem látták, vagy nem szóltam, mert úgy se csinál semmit, ezek voltak a válaszai, és akkor én jeleztem a tanítónéni felé, hogy van ilyen, és azt a választ kaptam erre, hogy de hát az én gyerekem provokál. És ezek után én nem tudok más csinálni. Ja, és ráadásul otthon én azt mondom a gyerekemnek, hogy nem verekszünk, nem úgy oldjuk fel a dolgokat, a problémákat, hogy agresszívan reagálunk. És ezek után mégis kénytelen voltam őt beiratni egy Krav Maga tanfolyamra, ami arról szól, hogy legalább meg tudja védeni magát, ami persze nyilván akkor ezek szerint nem egy jó hozzáállás. De mit tehet az a szülő, akinek az iskolájában nincs ilyen támogató közeg? Mert mint ahogy mondtátok, vannak, akik nem nagyon szívesen foglalkoznak magával a ténnyel, hogy az iskolai bántalmazás az létezik, és hogy abban ők is tevékenyen részt vehetnének, hogy megszüntessék. Na most az a helyzet, hogy alapvetően teljesen egyetértve Tamással, hogy ne vigyük el az áldozattá vált gyereket a közösségből. Bizonyos esetekben az kell, hogy a végén az legyen a döntésünk, hogy de. Tehát mi például a központban is mindenféle úton, módon próbálunk változást elérni. Akár, hogyha van egy pedagógus, aki azért nem segíti a folyamatot, azért nem veszi komolyan a jelzést, mert igazából ő se érti, nem tudja, hogy mit kéne mondania, hogy tudná mondjuk az agresszív viselkedésű gyereket megállítani, stb. Hogyha ha úgy tűnik, hogy ő egyszerűen nem információ hiányos, mert amikor megkapná mondjuk ezeket a módszertani támogatásokat, vagy információkat, akkor valahogy még sincs erre nyitottsága. Vagy annyira erős a szülők körében az az üzenet, hogy vigyék innen a bármelyik érintett gyereket. Szóval vannak olyan helyzetek, amikor tényleg azt kell, hogy mondjam egy szülőnek, hogy az a felelős döntése, hogy elviszi és keres egy olyan közösséget a gyereknek, amelyik biztonságot ad neki. Lehet, hogy ez a közösség, egy csomószor egyébként tényleg az van, hogy az iskolán belül van egy mondjuk úgy, hogy nem jól működő közösség, ami ha az egyetlen közösség a gyerek életében, akkor nagyon rányomja a bélyegét az önértékelésére, a kortársakról kialakított képére, úgy általában a társas viszonyokra. De lehet, hogy van olyan gyerek, és egyébként viszonylag sok, akinek az iskolai közössége nem az egyetlen közössége, és hogyha az nem jól működik, akkor neki van egy, vagy akár kettő sport, egyházi közösség, vagy más érdeklődésen alapuló közösség, ahol őt befogadják, ahol ő pozícióban van, ahol ő megélheti azt, ami tudja táplálni az önbizalmát, és úgymond azt mondja, hogy hát, nem szeretem én az osztályomat, meg undokok is velem, meg ki is rekesztenek, meg lehet, hogy még néha be is szólnak, de nem érdekelnek annyira, nem megy mélyre annyira ez a történet, és sokszor a szülők nem értik, hogy lehet, hogy a gyerek nem akar menekülni ebből a közegből, és miért nem szenved jobban? Hát azért, mert egy másik közösség ki tudja ezt egyensúlyozni, vagy egy fontos kortárs kapcsolat. Szóval nehéz ezeket így általában megítélni, hogy tudunk a legjobban segíteni, ezek mind lehetőségek. És az, amit mondtál, én nagyon szomorú vagyok a te gyerekeddel kapcsolatosan, szóval ez egy annyira tipikus szenárió, amit elmondtál, hogy van egy fizikálisan megfélemlített gyerek, egy erős, nagy fiú által, gondolom, aki retteg, és
eljut addig, hogy valami jelzést küldjön, eljut addig, hogy az anyukája, hogy a tanárba bizalmat vessen, és azt mondja, hogy kedves tanítónéni, itt nagy problémák vannak az udvaron, és mindenféle feltáró, meghallgatás, beszélgetés nélkül az a megoldás, hogy hát, mert ő sem hibátlan, hát ettől komolyan mondom, mindig futkos a hátamon a hideg, amikor ilyet hallok. Hál' Istennek, a gyerekem azóta már egy nagyon jó iskolába jár. Ezt a mi iskolát váltottunk. Mi lett a megoldás, igen. Ez lett a megoldásunk, de nem csak emiatt, sok más miatt is, de a lehető legjobb iskolát sikerült kiválasztanunk számára, hál' Istennek. Kösz. Akartam kérdezni, hogy a Deák diákkal jár. Oda gond. Mi a helyzet akkor? Én azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, hogy szólt a gyerekem, mármint, hogy megtudtam. Szólnak ezek a gyerekek máskülönben, akik áldozatszerepben vannak? Mert én, amikor megkérdeztem a gyerekemet, hogy és te miért nem mondtad el ezt nekem hamarabb, ő azt mondta, hogy hát, mert akkor neked rossz lett volna. Téged az bántott volna, hogy engem bántanak. Hát, de mondom, édesem, én tudlak téged megvédeni. Amikor egy szülő felkeres, és azt mondja, hogy nagyon aggódom a gyerekemért, mert ez és ez történik vele, akkor mindig meglepődnek, amikor először azt mondom nekik, hogy hát ne aggódjon, mert nagyon jó kezekben van. Mert ez a legjobb út, amin elindult, hogy van egy anyukája, aki tud arról, hogy a gyerekével mi történik, és hogy bántják az iskolába, hogy ő elmondta. Hát ez fantasztikus. Hát ez egy olyan kapcsolatra utal, aminek a birtokában már nem lesz olyan nagy baja ennek a gyereknek, még akkor is, hogyha a kortársai bántják. A nagy veszélyben azok a gyerekek vannak valóban, akiknek nincs egy olyan kapcsolatuk, amit megmernek terhelni akár egy ilyennel. Lehet, hogy az anya védelmében, vagy szóval azért, mert azt gondolják, hogy nem bírja el az anyuka ezt az információt. Lehet, hogy azért, mert borzalmasan szégyellik, és nem tudnak, elképzelik azt a szituációt, amikor ők elmondják ezt a szülőnek, ezt a szégyent, hogy csalódni fog bennük az anya. Lehet, hogy elhiszik, mert ők maguk is, hogy ők annyira gázak, ahogy bánnak velük. Tehát nem szólnak. És van olyan, persze, aki hiába szólna, nincs, akinek... Aki figyelne rá, aki ezt meghallaná, aki nem azt mondja, hogy jó, hagyjál már a hülyeségeiddel, fontosabb dolgaim vannak. Vagy még rosszabb, amikor azt mondják, hogy látod, én is megmondtam, hogy nagyon idegesítő vagy. Úgyhogy látod, ezért nem játszanak veled. Százszor megmondtam neked, hogy ne legyél ilyen, olyan, amolyan, akkor a gyerek ezek után mit szóljon még egyszer? És hát ugye ez egy nagyon fontos akadály még, hogy egyszerűen úgy félnek a gyerekek, hogy mi fog történni, ha szólnak. Nem csak a szülőknek, hanem az iskolában is. Rettegnek, nehogy kiderüljön, mert lehet, hogy valaki úgy fog beavatkozni, ami neki nemhogy nem jó, hanem még rosszabbá teszi a helyzetét. Abszolút nem látják át a gyerekek, hogy mi a jelzésüknek a következménye. Hát meg azt is gondolnám, amit Zsófi mondott, hogy a te kisfiad ugye nem akart neked fájdalmat okozni. Belekerül lelkileg egy olyan helyzetbe nap, mint nap, ahova anya viszi, ezáltal anya küldi bele abba a küzdőtérbe, vagy arra a küzdőtérre, és ő szeretne megfelelni anyának, mert mindenek fölött szereti, akkor miért is szólna, és elkezdi aztán ez átcsapat, önhibáztatástól kezdve egy csomó mindenbe. Nem lehet kilóra mérni a gyereknevelést, ez a legnehezebb ebben. És hogyan lehet azt észrevenni, hogyha a gyerekünk maga a bántalmazó? Mert gondolom, azt még kevésbé fogja elmondani, azt egyáltalán nem fogja elmondani otthon, hogy hát verem az osztálytársaimat. És hogy ahogy mondtad, Éva, hogy ez nem csak a feltétlenül ilyen terhelt családokban fordul elő, hogy lehet olyan, hogy mondjuk túl sok stressznek van otthon kitéve, vagy túl nagy elvárás van rajta, akár sport, vagy tanulási teljesítményben, és mondjuk emiatt lesz bántalmazó, hogy ezt hogy lehet észrevenni otthon? Nehéz kiszúrni, teljesen igazad van, főleg akkor, hogyha a szülőnek ugyanaz a szemüvege, mint a gyereknek, tehát az annak nem fog feltűnni, mert mélységesen egyetért azzal, hogyha van az osztályban egy idegesítő gyerek,
egy büdös gyerek, egy kisebbséghez tartozó gyerek, legyen az bármilyen kisebbség, akivel a szülő is hát nem szívesen barátkozik, és mondjuk ezeket a gyerekeket otthon a saját gyereke szidja, megalázó megjegyzéseket tesz rájuk, vagy látszik, hogy mindenféle tiszteletlen és akár ilyen dehumanizáló módon beszél róluk, vagy olyan neveken szólítja. Ilyesmiket kiszúrhatna a szülő? Kérdés, hogy ezt problémának észleli-e, vagy csak elbeszélgetnek a hülye gyerekről az osztályban, hogy úgy mondjam. Az, hogy a gyerek nagyon negatívan vélekedik a kortársairól, úgy általában, az azért gyakran feltűnik egy jobb érzésű családban, hogy ha azt érzi, hogy lenézi tulajdonképpen az osztálytársait, vagy hogyha úgy adja elő, mint hogyha az ő bántása egy viszontreakció lenne arra, ahogy vele bánnak. Ugye ez még talán az, amit a leginkább kiszúrnak, mert akkor valójában persze nem a bántó magatartását szúrják ki, hanem azt, hogy őt itt sérelem éri, és az csak mellékes szinte, hogy ja, hát igen, ő meg így, meg ő is ilyeneket mond, ilyen csúfolódásokat, na de hát azért. És ez egy nagyon tipikus probléma, amivel találkozunk, hogy van egy gyerek, aki valamiért instabil az önértékelése, bekerül egy közösségbe, ahol van egy olyan személy, vagy több olyan személy, akik nem bántják őt, de a működésmódjukkal, avval, hogy mindig tudják a választ, avval, hogy gazdagabbak, avval, hogy nem tudom, kedvesen beszélgetnek, ilyen élő felkiáltó jelek az ő kisebbsége ellen, vagy vele szemben. És ez a gyerek azt fogja megélni, hogy a többiek őt bántják. Pusztán azzal, hogy jobb jegyeket szereznek szinte, avval lekezelik őt. Bemutatják, hogyha berúgnak egy gólt, és büszkék arra, hogy berúgtak egy gólt, akkor ez a gyerek úgy fogja megélni, mintha ők fitoktatnák, hogy bezzeg, ők tudnak gólt rúgni, te meg nem. És ebben a pozícióban ő, amikor azt mondja a gólt lövő gyereknek, hogy te béna, menj innen, mert nem, nehogy azt hitt, hogy te tudsz focizni, vagy a foci után eldugja a cuccát, és bedobja a szemetesbe, akkor ő ezt, mint valami védekezés fogja előadni otthon, hogy engem a focin úgy lenéznek. Hát igen, én is mondtam azt, hogy te meg menj innen focizni, meg hát végülis tényleg el is dugtam a cuccát, na de engem nagyon lenéznek itt. És akkor a szülő igazából ezt szúrja ki, és indul el a folyamat, ahol feltárulkozik, hogy hát azért nem pont így indult a történet. Még a bizalmat aláhúznám, mert nagyon sokszor előfordul az, hogy megelőzhetnénk krízis helyzeteket, ha tudnánk, hogy mi van otthon. Ez egy magyar betegség, ugye, hogy szeretjük a szőnyeg alá meg a szekrénybe dugni a szennyesünket. Higgye el minden kedves szülő, hogy a pedagógusnak is van éppen elég sárga csekje, van elég problémája, magánéleti problémája, és semmi szüksége mások magánéleti problémája. De ha van a családban egy haláleset, ha van egy nehéz válás a szülők között, hogyha erről mi tudunk, akkor nyilván másképp figyelünk arra a gyerekre, akár többletfigyelmet tudunk ráfordítani, és az annak robbannia kell, mert egy ilyen traumának mindig valahol ki kell jönnie, és akkor nem lepődünk meg, és tudunk már azonnal segíteni. Ez abszolút bizalom kérdése, mondom még egyszer. Én azt hiszem, hogy én is átviszem a gyerekemet a deáziák iskolába, mert örülök, hogy ezt mondtad, Tamás, mert azért a másik oldalon meg tényleg azt is lehet látni, hogy nincs érdeklődés, nincs kapacitás a szülők, a családok gondjainak a nem hogy átvételére, hanem akár a figyelembevételére. Szóval tényleg
respekt. A kollégáim nevében köszönöm. Elhangzott itt az, hogy vannak gyerekek, akik nem számíthatnak a szüleikre a nehéz helyzetekben, a nehéz iskolai helyzetekben. Akkor jössz például te a képbe, Kriszta, mert hogyha jól tudom, neked akár még messengeren küldhetnek a gyerekek üzenetet, és felvehetik veled a kapcsolatot. Működik ez még nálad? Miért látod ezt fontosnak, hogy kialakítsd ezt a te bizalmi hálódat a gyerekekkel? Azt gondolom, hogy a legtöbb gyerek a rendőrt mumusnak nézi, ellenségnek, hiszen azért elég sok szülő érintett a mi eljárásainkban, és hogyha a gyermek ezt látja, hogy a valamelyik szülőt, nagyszülőt, ismerőt, rokont elvisz a rendőr, akkor nyilvánvalóan tart a rendőrtől. Meg kell ismerni azt, hogy a rendőr egy ember, vagy anya, nő, és hogy nem egy mumus, aki azért van, hogy az ő édesapját, vagy az ő édesanyját elvigye. És én azért tartom fontosnak, hogy ilyen kapcsolatot építsünk ki, hogy igen, és hogyha segítségre szorul, akkor merjen hozzánk fordulni. Valóban ez a messenger üzenet működik, elég sűrűn, tehát én mindenki, aki bejelöl iskolás, visszajelölöm, és beszélek vele. Nagyon-nagyon örülök ezeknek a pozitív visszajelzéseknek, mert azt gondolom, hogy akkor érdemes volt oda kimenni, és érdemes volt beszélgetni. Nehéz volt bejutni az iskolákba, mert először az iskolák is úgy álltak, hogy miért kellene ide rendőr. Van elég bajunk, nem, hogy még egy rendőr hiányzik itt a nyakunkba. Vagy hogy biztos azért jön, hogy lássa, hogy hogy működünk, és mik a problémák. Én nyilván nem olyan szemmel tekintek az iskolákra, nem vagyok pedagógus, és nem is kívánom megfogalmazni a véleményemet semmilyen iskolaiban folytatott pedagógiai módszerrel. Azért tartom fontosnak, hogy a gyerekek által adott információk, vagy esetleg a szülők által adott információk hozzám elkerüljenek. És hogy igen, tudjunk segíteni minél több olyan gyereken, aki bajban van. És hogyha a szülő nem tudja, mert nem ismeri azt az utat, akár jogi út, akár bármilyen életvezetési tanács vagy út, akkor tudjuk, hogy merre kell irányítani. Sokszor én sem tudom a választ, de legalább tudom, hogy kit kell keresni, hogy választ kapjanak a kérdéseikre. Számomra inkább ez az, ami fontos ebben a szakmában, és nem az, hogy előadásokat tartsunk, és kimenjünk, és beszéljünk a 50. témakörről, hanem az, hogy ismerjék meg, lássák, hogy én a rendőr vagyok, aki segít nekik, és nem ártani fog nekik. Nagyon örülök, hogy sikerült olyan embereket ide varázsolnunk megint a stúdióba, ahol csupa segítő szándék van. Nagyon jó volt, hogy itt voltatok, és nagyon tanulságos volt a beszélgetés. Én meg nagyon örülök, hogy minden podcastünk végére valami hatalmas tanulságra jutunk most arra, hogy mindenki írassa a gyerekét a Deák diákjának szemei iskolába. Várunk szeretettel mindenki. Vagy írjon messengeren Krisztának. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Iratkozzatok fel a csatornánkra, és hallgassátok meg a korábbi adásainkat. És 2 hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!